látszik, hogy a próbálkozik, eléggé füstöl is, meg majd fog jobban is, amikor nagy gázt ad, látszanak a bárkák. A Székesfehérváron tanuló vadász Bence Máté mutatja a telefonján a Dunaföldvárnál készült felvételeket, amelyen egy elakadt tolóhajó látható. Október 31-én délután járt arra Bence, és akkor vette észre a bajba került vízi járművet. Mint mondja, a Duna mellett felnőtt emberként egyből tudta, hogy az alacsony vízszint miatt nem tud tovább haladni a hajó. Sétáltunk arra a parton, és egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy nagyon furcsán áll a hajó, kicsit meg volt dőlve is talán. Közelebb mentünk, láttuk az ukrán zászlót rajta, és láttuk, hogy elakadtak, úgyhogy próbálkozott, látszott a füstön, próbálkozik kiszabadulni, de nem engedte sajnos a part. Az esemény során senki nem sérült meg, a hajóban rongálódás nem keletkezett. A tolóhajót lekapcsolták az uszályokról, majd megpróbált kimanőverezni a mélyebb víz irányába. Ám nem sokkal arrébb fennakadt egy sóderzátonyon. A helyszíni beszámolók szerint a hajó legénysége egy csákjával, hosszú ruddal többször is méregette a vízszintjét, ami igen alacsony volt azon a területen. Pár órával ezelőtt utána néztem, és még akkor is ott állt, ott jelezte a GPS, hogy ott áll egy helyben, úgyhogy valószínűleg még most is ott van. Csökken a vízszint, úgyhogy az előrejelzések szerint, úgyhogy még egy darabig ott is lesz. A tolóhajó tehát jó ideig még valószínűleg nem tud elmozdulni az elakadás helyéről. Az előrejelzések szerint szombattól várható csapadék, ami azonban nem biztos, hogy elegendő mennyiséget jelent a megfelelő vízszint emelkedéshez.